Tenger mely tisztelettel üdvözlök mindenkit! Ez egy összetett videó lesz. A videó elejében, és rögtön a bevezetőben én is mondanám, hogy egy éve hirdettem meg az Árpád sírja kutatók számára, hogy mindenki egy adott e-mail címre küldje, legyen kedves elküldeni, ez egy kérés volt nyilván, az Árpád sírjával kapcsolatos bizonyítékaikat. Ugyanis ők azt állítják különböző videó felületeken, vagy internetes felületeken, hogy megtalálták Árpád fejlős sírját, és nem ott, ahol Sashegyi, Sándor 1941. október 12-én, semmi gond nincsen, én felvázoltam a Sashegyi-féle bizonyítékokat, és cserébe, hát ugyanilyeneket kértem. Tehát csontvázat, kőbálványt, kőbabát ugye, ami a temetkezésre utal. És hát maga a helyszín, az nem mondjon ellent annak, amit ugye a gesztákból ismerünk. Na ez a mai napig nem történt meg, tehát egy éve... Pontosan, kereken nem kapok semmit gyakorlatilag. Ugye február 7-én, 2021-ben járt le az az egyhetes határidő, amit én gondoltam elegendőnek. Úgyhogy innentől fogva én ezzel a három uri emberrel befejeztem. Tehát semmi nemű érdeklődést a továbbiakban nem kívánok tanúsítani munkásságok és ezt tegyük idézőjelben iránt. Ha valaki ezek után még hisz nekik, akkor lelke rajta, és én ezt be is fejeztem. Na de, ugye kapcsolódik a szobanforgó témához, a magyarság és a kárpát menence ősi népeinek, amelyek között nyilván a mai magyarság őseit is, és a honvisszafoglaló magyarság őseit is, európai őseit is kell látnunk mert hiszen Szóládon ugye bronzkori z 21 23 at mutattak ki, ami az Árpádi Márker. Az a más kérdés, hogy később avar hazudták. Nekem még megvan az eredeti publikáció, lementve, úgyhogy... Mik azok a... Mi az a tíz attribútum, ami jellemezte a magyar ősvallást? Akár halott kultusz, akár más vonatkozásában. Na most ez a sorrend, ez nem fontossági lesz, egész egyszerűen csak felsorolnám ezeket. Ha már az előzőekben egy hasonszörű videót sikerült megosztani veletek. Hát akkor kezdjük az elején. Létezik és kell lennie úgynevezett kaptárfülkének. A kaptárfülkét azt minden esetben sziklákba válják vakablaknak is nevezik, ezen fedlapok voltak, sas egy talált is még ilyet kőből, lapos kő volt a fedlapja, és ide áldozatokat, volt Zoltán történés szerint, aki a videóban is megszólalt, hála Istennek, nem mindenben értünk egyet, de nagyon nagy, tehát a lényeges dolgokban igen, ez a lényeg, és hát ő azért kutat, tehát el is megy a helyszínekre, lett az Németországban vagy Romániában, ő nem sajnál időt és pénzt erre, felkeresi ezeket. Szóval ezekbe a kaptál fülkékbe tárgyakat, mécseseket, zsenge és urnákat helyeztek különböző méretű kaptálfülkékről lett legyen szó. Viszont Iránban a szikla méhészet is dívott, és görög forrásokból tudjuk, hogy a szkíták is Szikaménészettel egyaránt foglalkoztak. Nyilván nem a több tíz méter magas kaptárfülkéket, hanem a földhöz közeli vagy embermagasságuk fülkéket lehetett erre használni. Ennek is megvan a szakralitása, úgyhogy én itt nem tennék igazságot. Amiket felsoroltam, azok bármelyike lehetett. A második, ugye első kaptárfők, ezt pár tisztáztuk, hogy mi volt a funkciója. A második, a lélekjuk barlang, vagy beavató barlang. A pártus analógiákból tudjuk, hogy a pártus uralkodók magukat mitra a napisten földi megtestesülésének tekintették, míg a magyarok, ugye ez a kündün, vagy künten, vagy küntengri, ugye a ten az magyar szó, tenni, tevő, teremtő. A kün az pedig türk szó, azt jelenti, hogy nap. Tehát napisten gyakorlatilag a kende, és ő a kende, a magyar kende, vagy kündün, az a künten, így is lehetne mondani, magát, ugye a napisten földi megtestesülésének tekint. Az isten szavunk az a ősten, őstevő, mert a magyar hitvilágban ez egy nagyon távoli ős, aki meghal, aztán hőssé válik, ugye őt hívják különböző áldozatbemutatással, hogy olyan történelmi esemény van, ami Nél kell az ő segítsége, de ez még Szent László-nál korábban is fennmaradt, amikor a, ez a Szent László után, ugye az 1300 években, mikor a tatárok betörnek Erdélybe, Moldvába, stb., akkor a lackfi, meg a többiek, e, e, Borsa, Baksa és a többiek, ugye Szent László hermájában vonulnak, és ugye, egy aranyba öltözött szellem vezetni a hadakat. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes motívum, ami megmaradt a kereszténységnél is. Tehát először az ős hősé válik, aztán őstenné, hogy vagyis megistenül. Tehát volt egy anyaisten, ugye anyahita, egy apaisten, Ahura Mazda, és a gyermeke, hol Tammuz, hol Samás, hol pedig ugye a Samárhegy, Samárhegy az a Sámás. egy lenne. Egyébként ezek tűzdombok, de majd ez is más szóba kerül. És ugye Mitra is ez lenne. Akinek feltétlenül Mátra egység őrzi a nevét. Tehát gyakorlatilag a magyarságnál mi a második, az a beavató barlang lenne, vagy Mitra barlang, vagy ősök terme, vagy lélegjú barlang. Például a holdvilágárokban van, de egyébként van ilyen a Mátrában is. És hát mi a jellemző háromszög alakú bejárat bent eh, emberi imádkozó ember formájára kifaragott mesterséges kialakítás és kürtős kialakítás, szintén egy ilyen teraszra kivezető úgynevezett lélekjuk. És ide ugye a pártus uralkodó, a már szóba hoztuk beavatást nyert, e, bement, mint ember, és kijött, mint Mitra, sziklából született, mint Mitra megtestesülése. Ez lenne ennek a lényege, Egyébként Dudakeszinél is volt ilyen, találtak ilyet, de ha jól tudom, az már római kori lehetett, vagy legalábbis ott már találtak egy római kori Mitras e, Reliefet is. De ez lehet, hogy egy korábbi kialakítás, aztán a rómaiak is használták. Aztán a rómaiak, a görögök átveszik ezt a iráni turáni vallást. Jó, tehát ez a második, ez a lélegjú barlang lenne. Kaptál főként az első második a lélekjú barlang lenne, ennek ez a funkciója. A harmadik, ha már szóba hoztuk, legyen akkor a tűzdomb. Ugye a suméroknál ismert az igurrát. Hát itt a napot imádták, tüzet tehát mágiát, ami éget, és az ég szavunk, ugye az ég, mint égégi e, ég, égi test, stb. analóg. Mágia, meg mágia, ugye ezek is teljes mértékben analógok. Mágiás, az volt a mágus, a mágiát rakta, és a magyar beszédes, a magyar beszédes, e, és hát gyakorlatilag levezük őt táltosnak, vagy például ugye Székelykni fennmaradt a Székely Krónikán, ez a Zandir Hám Rabombán, aki várta a magyarokat, ugye itt a hám szó, az valójában kám, ugyanis a türköknél a tártos az kám volt. Tehát Zandir Kám, viccesen Sándor Kám lenne az elnevezés, tehát a tűzdom ez volt, hogy Szeppén kellett rakni, mert nem nagyon voltak ugye dombok, mesterséges, olyan, mint egy hatalmas nagy kurgán, óriás kurgánnak is mondják, de ez nem temetkezés, hanem felmentek a tetére, napot imádni, és e, oltáron, és akkor ez a negyedik, ugye tüzet raktak, tűzoltárt raktak. Az ötödik, aminek meg kellene, ugye nyilván már említettem, ez a kőbálvány, vagy kőbaba. Uh, nyilvánvalóan itt is beszédes a kialakítás, amit Sasei Sándor talált, az Hun kőbaba, az Keve kapitányé lesz, hiszen országút mentén találja. A középkori Magnemia, a trigóni előtte a római hadiút. Mindkét kezével csészét markol, úgyhogy ez a Hun, majd aztán később a türkök átveszik. A Skita szarmata, az egyik kezével ritont, az a kürt. A másik kezével pedig ugye egyenes kardot markol, markolatát fogja. Aztán vannak aki átmenetek, hogy ritont is, meg kejhet is. Nem véletlenül találja meg sose ezt a méreg poharat, ami a kende kelléke volt. A hatodik, ja és ugye ezekhez a kőbálványokhoz odajárultak, és ott az minden ősnek volt egy ilyen kőbálvány, és ott mutatták be az áldozatot. Ezzel van összefüggésben az is, hogy csészét fog, de hát mondom még egyszer, ez a szóban forgó sír, amit Sasegyi Feltál is tartalmazott, perzsa jellegű üveg méregpoharat. Aztán, amiről még szót kell ejteni mindenféleképpen, hogy ugye kell lennie pataknak, forrásnak, akár a temetkezési akár az áldozó helynél, hiszen Árpád fejedelmet sem a temploma közelébe temették el, egy kis patak eredete forrása vízesése fölé, mely kömederben folyik le a patak lévén, Attila király városába, ahol Alba Eklézi a található. Alba Ekléziván kapcsolatban kapcsolatban az ürömi, felkisféle fehér egyház, vagy illetve vagy fehér templom, illetve ugye a lupa majori romok, Udakalász, Pomáz, Boldére, amit Bél Mátyás emleget. Mindkettőt a földre tették már a egyenlővé, úgyhogy ez a kettő játszik kizárólag a meglézi a kapcsán. Aztán nagyon fontosak voltak az úgynevezett vércsatornás kövek. Na ez azért nagyon érdekes, mert általában ezek természetesen ilyen követ kell elképzelni, mert tetején lapos kő, lapos tetejű kö, kialakítottak egy tálalakú mélyedést, amin egy ilyen elvezető csatorna, hát ugye az inkáknál tudjuk, hogy a vért vitt el, víz, víz ugye? De ki tudja, hogy itt a kárpát merenci analógiáknál is véráldozatról volt ez szó, források szólnak söráldozatról, tejáldozatról, tehát itt azért akár bolgár analógiák irányban megyünk el, fehérnél, fehérgézzelnál, itt azért nagyon sok minden játszott, de ott is volt véráldozat, hogy egyébként is akkor vízzel lemosta. Ezért van a rituális fürdető medence például a oldvilágáraknál is. Ja, ez meg volt a bolgár uralkodóknál is. Egyébként madara és a oldvilágárok az tök ugyanaz. Minden térem. Tehát kellettek ezek a úgynevezett vércsatornás kövek, illetve kellettek, vagy szerepelnek például, hogyha valaki elmegy sírokra, vagy a török asztal lenne a vércsatornás kövek, ott vannak ilyen érdekes sziklák, vagy a pilisberengetek, ugye a vadállókövek, vagy ezek a gombasziklák, Apóleon kalapja, stb. 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 Tehát mindig valamilyen, ezt úgy hívták, hogy oltárkő. Erről forrás is van egyébként, mert a Bakonybéli Benc és Apátság alapítása kor, az 1000, talán 30-as években valamikor, ha jól emlékszem, 1037, de nem akarok hülyeséget mondani, az biztos, hogy 11. század, akkor abban a forrásban szerepel kerteskv kv dupla vével, ugye ez a kertes szurdok, amit én megtaláltam, és az Zoltán is megtalált, ugyanazt találtuk meg, hogy nagyon rossz helyen nem keresgélhettünk, Oltár kő volt. Itt is a tűz kell gondolni. Hát ez hasonló funkcióval bír, mint a tűzdom egyébként. És néhol tényleg ilyen ember alakú, ember arcúak ezek a mint Budakeszin, ezek a faragványok, amiket Gábor Emese mutatott be az előző videóban. Tehát volt szó a kaptárfülkékről, Léleklyuk barlangokról, az oltárkövekről, a vércsatornás kövekről, tűzdombokról, hát maga ugye a tűzoltár is lényeges, kőbaba, kőbálvány, a patakforrás minden esetben. És valójában az nekünk is meg kell, mint azt, hogy ami az előző videóban feltöltöttem, szerepel, hogy az egyház ezeket a helyeket általában megszentelte. Létezik Bakonybélnél Szent Kút, vagy Borostyán Kút, ahol egyébként Szent Gellért Imre Herceggel foglalkozott, illetve maga a pogány áldozó hely napig látható, hogy csak egy Szűz Mária van. És ugye ez koppány birtoka volt, én nem kizárt, hogy akár ő is itt áldozott. A fehér ló áldozatnál el kell mindig mondani, hogy a napnak szánták a leggyorsabbat. A masszagéták úrnak nevezték a napot. Aztán az arámiak élinek, Istent élő, Isten. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon sok kapcsolata van. És ugye a Húri a nép nél, ugye Estan, illetve Istannu az Isten neve, és a magyar Őstenből van. Feltelik a kérdés, hogy ezek a népek, ad egy, miben, milyen nyelven beszéltek, hogyha a Húrik a Szabirok, mi pedig a Szabártó Eszfali, uh, illetve hát ugye Hórezben van kapcsolata a Húriknak. Korábban ugye a kuraraksz népnek, meg a Baktriákkal ahol Fergál a érkeznek majd. Erre egy apró a preszkíták. És hát ez, ez, nem az urál. Tehát itt lehet itt uh, magyar nyelvűséget feltételezni, és az N haplocsoporthoz, meg az észak-eurázsai népekhez kötni. De hát azért például a zsinórdiszes nép is, ugye Észtország, tehát a Baltikum, Lengyelország, Fejroszország, Ukrajna, Németország, és a Magyarország, vagy a kárpát a felvidéki részénig ért, úgyhogy gyakorlatilag, hát hogyha Szlovákiát nem fogadjuk el, akkor ha elfogadjuk, akkor Szlovákiáig, ha nem, akkor Magyar felvidékig, mindegy, ebben a videóban legalábbis, és ez a zsinnodices kultúra, ez biztosan őse az Árpádoknak. Az Árpádokkal kapcsolatban nagyon gyakran felmegy, hogy nép volt, ez nem igaz, erre nincs bizonyíték. Hát eleve a nevek is beszélesek, mert mutassatok egy Árpád nevű türköt, ma bárhol Eurázsiába egy Álmos nevű türköt, ma bárhol Eurázsia. Az egy dolog, hogy Attila nevét előszetettel adják, de hát még Amerikában egy Amerikában is adnak Attila nevet. Az nem ő híres volt. És hát ezek magyar nevek, ügyek, egyekedő, árad, apad, apasztása, sörárpa, stb. Tehát növénymotívum ugye a Indes Hát az nem kell, akkor a magyar ember álmos, teljesen magyar a szó. Nem is tudom, hogy ms teljesen magyar szó. Nem is tudom, hogy kiben, miért merült fel ez a türk hieség. Az egy dolog, hogy egy időben, ugye, hozzájuk tartoztunk, de meg így is hívtak minket ezáltal, hogy türci, turci, bizánci forrásokban, de ez, ez nem azt jelenti, hogy türk lennénk, hanem, hogy türkök lennénk, hanem, hogy alájuk tartoztunk. Tehát szerettem volna ebben a videóban elmondani, úgyhogy véget ért a az sírja. Bizonyítás csak Sashegyi. Sándor talált olyan jellegű bizonyítékokat, amik komolyan vehetőek. Az összes többi nem. A magyar ősvallásnál pedig úgy látszik, hogy a lelkes amatőrök, illetve a, hát a történészek, ugye nem régészek, fogják ezt majd megvilágítani az utókor számára. Ha valamit kiadtam majd a komment mezőben. Lehet erről értekezni. Köszönöm a figyelmet.